Üdvözlök mindenkit a Videodrone Filmes csatornán, nézzük a dzsungeltúra című film bemutatóját! A mozit 2004-ben kezdte el tervezni a stúdió a Disney parkok egy híres látványosságát alapul véve. Nagyon sokáig nem történt előrelépés, majd 2011-ben arról lehetett hallani, hogy Tom Hanks és Tim Allen lesznek a film főszereplői. 2015-ben újra felmerült a dzsungeltúra ötlete, ekkor már rokkal a főszerepben egy újraírt forgatókönyvvel. Nem sokkal később leszerződtették a rendezőt, illetve 2018-ban Emily Blunt is aláírt a filmhez. Maga a dzsungeltúra alapfelütése jól hangzik a nézőknek, illetve a stúdiónak is. Egyrészt a stúdió látta, hogy milyen sikeresek a Jumanji filmek, másrészt ott volt a Karib-tenger kalózai, ami nagyon hasonló gyökerekből rengeteg pénzt termelt. A Disney nyilván figyelembe vette, hogy ha sikeres lesz a film, több folytatást is kaphat, illetve megnövekedhet a parkok látogatottsága. Ugyanakkor a nézők érdeklődését is felkelthette a dzsungeltúra, hiszen benne van korunk egyik legnagyobb sztárja rock, másrészt a film tipikus családi Ígért. Úgyhogy mondhatjuk, hogy a dzsungeltúra az előjelek alapján sikere volt ítélve. No de vajon milyen is lett a végeredmény? Először is le kell szögeznem, hogy én nagyon szeretem a kalandfilmeket, talán a gyerekközönség számára is kompatibiliseket kevésbé. De például Jack Sparrow kalandjait egészen bírtam, legalábbis az első három részt. A dzsungeltúra valamilyen szinten a Jumanji, illetve az Indiana Jones filmek most a gyereke. A film felépítése tipikus kalandfilmes, azaz a főszereplőknek rengeteg akadályon kell túljutni, hogy megtalálják a nagy rejték kulcsát. Érezhető, hogy az alkotók csemegéznek a nagy elődöktől, a dzsungeltúrában csak kizárólag olyan dolgokat láthatunk, melyeket előtte már más mozikban is. Ha a Karib-tenger kalózaihoz szeretném hasonlítani, akkor azt mondanám, hogy itt a stúdió jobban figyelte arra, hogy még véletlen se kapjon 16-os korhatár karikát a mozi. Mégis véleményem szerint ez a fajta hozzáállás nem feltétlenül rossz. Ami engem kimondottan zavar, hogy 2021-ben egy ilyen mozit, mint a dzsungeltúra nevezünk kalandfilmnek. Szerintem azok a filmek, melyek sikeresek tudtak lenni ebben a műfajban, leginkább kreativitásukkal vívták ezt ki. Nos sajnos a kreativitásnak nyomát sem látjuk a dzsungeltórában. Te emellett rengeteg dolog hiányzik belőle, mely a műfaj klasszikusaira jellemző. Lehet én vagyok öreg, de ennél a szubzsán ennél szeretem, hogyha a főszereplő lefekszik a földre és koszossan kell fel. Ezeket a problémákat a dzsungeltúra rockborostájával próbálja meg áthidalni. És ha ebből a szempontból nézzük, akkor Emily Blunt karakterével még több gond van. De ha már megemlítettem a két főszereplőt, akkor térjünk ki rájuk is egy kicsit. Maga a koncepció, hogy Emily Blunt egyfajta női Indiana Jones-ként jelenik meg a filmben, végső soron működik. Ennek ellenére hitelessé nem tudott számomra válni a színésznő a szerepben. Rock tulajdonképpen hozza önmagát, de úgy éreztem, hogy ez a környezet, illetve karakter nem igazán illik hozzá. Ugyanakkor azt nem mondanám, hogy rock rosszul teljesítene a filmben. Ő pontosan tisztában van saját képességeivel, és ennek megfelelően választ filmszerepeket. Ismét elérkeztünk egy sarkalatos ponthoz, ez pedig a forgatókönyv. Nos a poénokról csak annyit tudok mondani, hogy összesen kétszer sikerült elmosolyodnom a filmben. Persze én is látom, hogy a dzsungeltúra humorvilága elsősorban a gyerekeket célozza meg, de a felnőtt kísérők nagyon fognak unatkozni. Másrészt nekem olyan érzésem volt a dzsungeltúra forgatókönyvével kapcsolatban, hogy néha nagyon erőlködik, hogy vicces legyen. A filmpoén világából teljesen hiányzik az a természetesség, amivel mondjuk találkozhatunk az elveszett Fridláda fosztogatóiban. A karakterek tekintetében annyi pozitívumot tudok elmondani, hogy Rockot legalább nem herélték ki úgy, mint Tort a szellemírtó remekjében. Számomra az is zavaró volt a mozival kapcsolatban, hogy az egész látványvilág nagyon steril és színes. És ha már látványvilág, megemlíteném a CGI-t is, amit rettenetesen túlhasználtak ebben a filmben, és szinte teljesen feleslegesen. Azon már meg sem lepődök, hogy minden állat CGI, de hogy ennyire nem tudták megoldani a fizikát ezekhez a jelenetekhez, az elég fura. Emellett néhány jelenetben a CGI háttér annyira nem stimmel, hogy még a megépített díszletek látványát is rontja. Érezhető, hogy a stúdió a dzsungeltúra esetében nem csak egy filmben gondolkodott. Nem nagyon értem, hogy akarnak létrehozni úgy egy franchise-t, hogy közben az induló film ennyire ötlettelen és mindenfajta eredetiséget nélkülöz. Nem beszélve arról, hogy a dzsungeltúra tipikusan az a film, ami nagyjából két órára kikapcsolja a nézőt, de egy hét múlva semmire sem fog belőle lemlékezni. Mégis talán a dzsungeltúra legnagyobb baja, hogy nincs a filmnek lelke. Ugyan a végén próbál valami ilyet mutatni, de addigra már nem tud minket becsapni a tökéletesen megtervezett gépezet. Ez egy tipikus olyan mozi, ahol, hogyha a különálló alkotóelemeket nézzük, akkor működnie kéne, és mégsem működik. Amikor a producerek elkezdték tervezni ezt a filmet, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy minden feltételt megteremtettek, hogy jó legyen, csak azt felejtették el, hogy kéne ez némi szív, illetve egy kis extra. Sajnos a dzsungeltúrában nincsen Jack Sparrow, és nincsen érzelmi háttér sem. Véleményem szerint egy kalandmozi nem igazán tud működni feszültség nélkül. Hogy ne csak negatívumot mondjak a filmről, látszik a ráköltött pénz, és elképzelhetőnek tartom, hogy a fiatal közönség kedvelni fogja. Számomra a legiesztőbb a dzsungeltúrával kapcsolatban, hogy szerintem emögött a film mögött kizárólag produceri akarat van. Nem azt mondom, hogy a színészek vagy a rendező nem tettek volna meg mindent, hanem azt, hogy kizárólag a munkájukat végezték. A Disney aláíratott velük egy szerződést, illetve adott nekik egy vastag csekket, és ennek megfelelően cselekedtek. A Jungle Tour egy jó előre megtervezett gépezet, ami sajnos ma jellemző a blockbusterekre. Azt nem mondanám, hogy a mozi hatalmas csalódás lenne, inkább azt, hogy egy pillanatig sem tudott meglepni, és pont erre számítottam. Az a helyzet, hogy én nagyon untam ezt a filmet, és egy picit sem tudott lekötni, így nem tudott többet adni rá 40%-nál. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!